Az észterek savak és alkoholok vízkilépés közben végbe menő reakciójából származnak, a folyamatot ezért kondenzációnak is nevezzük. A keletkező észterek attól függően, hogy milyen savakból és keletkeztek, lehetnek szerves savak, vagyis karbonsavészterek, lehetnek szervetlen savak, azaz szervetlen sav észterek, és mind a kétféle sav előfordulhat, ezeket vegyes észtereknek nevezzük. Attól függően is különböző észterek keletkeznek, hogy hány értékű alkoholok és hány értékű savak reagáltak egymással. Valamint attól is, hogy kis szénatomszámú vagy nagy szénatomszámúak. Kis szénatomszámú egyértékű alkoholok és kis szénatomszámú egyértékű karbonsavak reakciójából úgynevezett gyümölcsészterek keletkeznek. Ezek a gyümölcsészterek kellemes illatúak, és tényleg a gyümölcsök illatát, aromáját biztosítják. Egyébként nagyobb koncentrációban tiszta anyagként jó oldószerek. Legismertebb észter a glicerin, zsírsavakkal alkotott észterei, amelyek nem mások, mint a zsírok és olajok. A neutrális zsírok és olajok az állati, illetve növényi zsíradékok, olajok. Ha a glicerint két zsírsav és egy foszforsav észteresíti, akkor vegyes észter keletkezik, amelyeket foszfatidoknak nevezünk, és ez már a lipidek gyűjtő név alá tartozó vegyület. Sok foszfatidot tartalmaz, például a tojássárgája. Ebbe a három képcsőbe 1-1 köbcenti vizet és 1-1 köbcenti olajat öntöttem. Mint látható, az étolaj nem elegyedik a vízzel, tehát a neutrális zsírok, olajok apoláris vegyületek, míg ugye a víz az poláris. A három kémcsőhöz külön-külön fogok adni ezekből az anyagokból egy kis szappanforgácsot, mosogatószert és tojássárgáját. Mind a három anyag, amit hozzáadtam a víz-olaj rendszerhez, úgynevezett emulgálószer, ami azt jelenti, hogy kettős oldékonyságú vízben is, és apoláris oldószerben, vagy zsírban is oldódó anyag, ebben az esetben a zsír helyett ugye olaj található benne. A foszfatidok természetes emulgátorok, ezért szoktunk tojást adni a tésztához, amikor süteményt készítünk, vagy a fasírozotthoz, amikor golyóvá akarjuk gyúrni. Látható, hogy mindhárom esetben úgynevezett emulzió keletkezett, azaz az eredetileg egymással nem elegyedő oldatok szétoszlottak egymásban. Itt a középső, a mosogatószernél már látszik, hogy egy idő múlva ez az emulzió megbomlik, újra két részre oszlik a rendszer, ketté válik a homogén emulzió, illetve hát nem homogén, csak homogénnek látszó. A szappan is amfipatikus vegyület, azaz poláris és apoláris része van. A tisztító hatása is ebből ered, a zsíros szennyeződéseket így oldja le. Mint látható, hatására eloszlott egymásban a víz és a zsír, úgynevezett emulzió keletkezett.